It's good. Take a bit. Kozsinszky Mora Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tolnaváros egyetlen általános iskolája. Az intézmény 6 telephelyen, 33 osztályban 755 gyermeket tanít. Két tagiskolánk van, a Kozsinszky Mora Általános Iskola Széchenyi István tagiskolája és a Fusz János Zeneiskola. Nálunk a Széchenyiben két épületben folyik a tanítás, az alsósok az első két évfolyam, ebben a kisebb, szépen felújított, négy osztály befogadására alkalmas épületbe kapott helyet. A felsősök a templommal szembeni szép, tágas, emeletes épületbe járnak. A megemelkedett tanuló létszám miatt az idén a harmadik és a negyedik osztályosok is ott tanulnak. Sok barátom van, mert már óvodából is ismerek pár embert. Hát a legszebb az, amikor az óvodából a gyerekek ide érkeznek, és akkor még olyan érintetlenek szinte, vagy tiszták, és nekünk kell mindent kialakítani bennük, fejleszteni őket, és ez adja szerintem a pedagógus munka szépségét, és az, hogy az ölelések, amit itt lehetett látni a folyosón, és hogy hozzánk is ide szaladnak az elsősök, pedig nem ebben az épületben vagyunk, de a testvér által már ismernek, és megölelnek minket. Meg van kapcsolatunk attól függetlenül a versenyek szervezésében, vagy akár egy felügyeletnél is, és már itt is összeismerkedünk velük. És a negyedik év végére pedig, amikor már kialakult személyiségek lettek tulajdonképpen, nagyon nehéz elengedni őket, de tudjuk, hogy ez a fejlődés, ez az útjuk, mindig vissza is jönnek a felsős diákok is, elmesélik, hogy mi történik velük. De minden évben, vagy négy évente kihívás egy új első osztály. Hát jó, igazából nagyon szívesen jönnek be hozzánk, mert alapvetően egy rendes osztály vagyunk. Amikor a szülő hozzánk iratja a gyermekét, azt szeretné, ha egészséges környezetben, harmonikus légkörben, életkori sajátosságainak megfelelő és hasznos ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodna. Iskolánk gyermekközpontú, a családdal szorosan együttműködve biztosítja az alsós korosztály korszerű nevelését, oktatását. Hát én nagyon szeretek rajzolni, már kiskorom óta rajzolok. Otthon is, hobbiból is, meg rajzszakra is jártam sokáig. Akkor tudsz is, nem csak szeretsz. Igen, valamilyen szinten tudok. A gyerekekkel való kapcsolatban én két ágon próbálom őket megfogni. Az egyik egy ilyen művészeti ág. Itt nem csak az óráimban, ezen a szálon építem be a feladatokat, hanem szakkör keretében, hol rajzol, kézműves, hol barkácsoló szakkörrel szoktam őket lefoglalni, de az óráimon is ebben a téren, a vizualitás terén próbálom őket megfogni. Pedagógiai programunkban a differenciált képességfejlesztés, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, az egészséges életmódra nevelés és a szabadidő hasznos eltöltése áll. Nevelő munkánk fontosabb értékei a tanulás és a munka becsülete, őszintesség, tisztesség, emberség, elfogadás és a viselkedés kultúra. Az iskolában nemzetiségi német nyelvoktatás folyik hagyományos nyelvoktató formában, melyet első osztálytól választhatnak a szülők gyermeküknek. Harmadik évfolyamon testnevelés óra keretében tanulókat úszásoktatást biztosítunk a város tanúszodájában. Negyedik évfolyamon az informatika oktatásához minden telephelyen korszerű gépek állnak rendelkezésünkre. Ez csak egy alsó tagozat,
és ugye egy több száz éves épületben van, tehát tulajdonképpen ez egyfajta hangulatot is ad ennek az iskolának, ugye ezek a régi ódon falak. Ettől függetlenül egy fiatalos, lendületes tantestület van, nyitottak vagyunk az újdonságra. A tanárok nagyon segítőkészek, kedvesek, a segítőkészség az ránk is fér. Féltem az elején, hogy nagyon nehéz lesz az ötödik osztály, de mert hogy új épületbe kerültünk, tanárok is újak lettek. Mindig négy évente azt mondjuk, hogy változás van, de tényleg így van, hogy mondjuk tíz évente nagyon nagy ugrás van, nagyon nagy változás van. Mások az elvárások, az igények a szülők részéről, mások a gyerekek. Ma már azért a gyerekek egy kicsit lazábbak, könnyebben és elmondják azt, amit szeretnének. Ugye a szülők is próbálnak egy kicsit, hogy mondjam, közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a tanító nénikkel, és nem lehet falat húzni. Akkor tudok jól dolgozni, hogyha a szülő partnerem. Alsós tanítónéniként nagyon nagy kihívás, mikor az óvodából érkező kis többségek először átlépik az iskola kapuját, meg kell őket ismernünk, ez egy hosszas folyamat, amikor felmérjük, hogy ki milyen képességekkel rendelkezik, és azt is felmérjük, hogy milyen szociális hátterük van a gyermekeknek. Az első időszak arról szól, amikor próbáljuk ezeket a különbözőségeket egy kicsit kiegyenlíteni, kialakítani a szokásrendszert. Minden közösség akkor működik jól, hogyha határozottan meghúzzuk a vonalakat, tudjuk, hogy mik a szabályok, és a szabályokat következetesen betartjuk. Ezt próbáljuk mindig játékosan, a gyerekek életkorának megfelelően tenni. Alsóban Mőzsre jártam. Nekem nagyon cuki osztályfőnököm volt, Györgyi néni. Mindenben segített nekünk, megpróbált mindent kedvesen és viccesen megtanítani. Én úgy gondolom, hogy alsó tagozatban a gyerekeknek az a legfontosabb, hogy jókedvűen jöjjenek az iskolába, szeressenek tanulni, és elsajátítsák az alapvető ismereteket, amire majd felső tagozatban építkezhetnek. Tehát itt Tolnán szinte minden általános iskolában ugyanazt nyújtjuk a gyerekeknek, ugyanabból a tankönyvcsaládból tanulunk, ugyanazt az óraszámokat adjuk a gyereknek, semmiből nincsen fakultáció, esetleg a szakkörök azok, amelyik az egyes iskolákban meghatározóak. Nálunk inkább a kis családias légkör, a szeretet, a közösen töltött programok azok, amik csalogatóvá teszik az iskolát a szülők számára. Ezért is van az, hogy szeptemberben, mikor jönnek a gyerekek, a tanórák habár 45 percesek, de ebből az effektív tanulás 20-25 percnél nem több, a többit játékkal, rengeteg mozgással, érdekes feladatokkal oldjuk meg. Tehát a mai felgyorsult világban most már, ami a legfontosabb sok-sok gyerek számára, hogy a telefonjaikon, a számítógépen játszanak, és ha ebből a komfortzónából mi megpróbáljuk őket kicsit kicsalogatni, egy kicsit az érzelmi intelligenciájukra fókuszálni, illetve arra, hogy a tanulmányaikat a zene egy kicsit elősegítse, hiszen ez már bizonyított tény, hogy a matematikát, a logikus gondolkodást, ezt mind fejleszti a zene. Nem, és elsősorban az is nagyon fontos, hogy egy olyan szociális közegbe kerül a gyermek, amely én úgy gondolom, hogy az életének egy meghatározó, tehát az életében ezek az évek meghatározóak tudnak lenni. És én még mindig vallom azt, hogy aki zeneiskolába jár, abból a gyerekből, tehát aki zeneiskolába jár, az a gyerek, az nem fog elzűleni. A felvétel is nagyon sokra felkészítettek, mindig jártunk előkészítőkre, első órákba, a tanárok mindig próbáltak nagyon segíteni nekünk ebben, felkészíteni minket, hogy a legjobbat kihozzuk magunkból, és hogy menjen nekünk ez egész. Szeretettel várjuk leendő kis elsőseinket és a szüleiket is, hiszen csak együtt lehetünk eredményesek az iskolai munkában, gyermek, szülő, pedagógus egyaránt. Gyermekszerető kollégáim minden telephelyünkön szeretettel várják az önök gyermekeit. Úgy gondolom, hogy bármelyik osztályba kerülnek, kiváló szakemberektől kapnak nevelést és oktatást. Nagyon ajánlom neki ezt az iskolát, mert tehát én nagyon megszerettem. Nem, tehát annyira, mint gondolnánk, nem nehéz. Jó, a tanárok is így, szóval igen, kedvesek.
Köszönöm szépen. Akarsz még valamit mondani? Szerintem minden összefoglaltam.